Üdvözlet mindenkinek, itt Kuhi, és itt vagyunk egy My Team videóban. Rég volt már videó ugye vágott tartalomba a csatornán, úgyhogy szerettem volna most már tényleg felrakni egy My Team videót, mert ugye elég sokat live-ozok, mondjuk mostanában annyira nem, mert igazság szerint teljesen elvesztem a feudális Japán világába, úgyhogy jelenleg bebarangolom egész Tsushima szigetét. De ha nem éppen gyilkolom a mongolokat, akkor ugye nyomjuk a My Team-et. Important notice, megszereztem Jerry Lucas-t, ugye őt szombaton kiadott egy olyan cuccot, lehet, hogy már péntek is volt az, mire kiadta, a 2K, hogy ugye extra Galaxy Opal, illetve Pink Diamond lapokat, illetve azt hiszem még Diamond lapokat is lehetett szerezni, hogyha elértek ugye egy bizonyos eredményt 1-től 12-ig. Na most 11 egyet produkálhattam volna, de ugye azért nem tettem meg, mert megvan nekem ez a Wilt Chamberlain. Úgyhogy képzeljétek el, volt egy srác, akihez beléptem, és kilépkedett ellenem. Csak egyszer megállította, tudjátok, elment ez a poster, és akkor ki tudtam lépni egy winnel. És másodszorra is ugyanezzel a sráccal hozott össze, de akkor megvoltam 10-1-be, úgyhogy gyorsan én léptem ki, és akkor így meglett ez a... mert ugye kilépett volna ellenem a srác, és itt én kiléphettem volna, így meg lett gyorsan a vinem. Lehet, hogy szegény sráccal csúnya szóval kiszúrtam, de mindegy is. A lényeg az az, hogy így meg lett a megfelelő vinem, hogy ugye ezt a Jerry Lucas szedjem ki. Nem a Vertit szedtem ki, mert azért van egy-két SF-em. Jerry Lucas nem szeretem, mint játékos, viszont 50 Hall of Fame badge az már valami, illetve 97-es tripla, 95-es standing is, driving dunk, full speed boost, iszonyat jó védekezés, szóval úgy voltam vele, lepattanó 99, szóval úgy voltam vele, hogy why not. Jelenleg ugye a kezdőjelenítőnk az Blake Griffin, bármennyire is viccesen néz ki, kár, hogy nem PGPF, hanem PGSF. Egyelőre egyébként Lamar Odom szokott lenni a kezdőm, de most beraktam Griffint kezdőbe, hogy megnézzük, hogy milyen. Egyébként srácok, imádom ezt a Lamar Odomot. Ugye Lamar Odom, nem hiszem, hogy olyan sok embernek be kéne mutatni, Kobe Bryant, Scottie Pippennyel, Lamar Odom. Ugye iszonyatosan jó játékos lehetett volna, hogyha nem történik meg vele ugye a Kardashian átok. Akit érdekel, az nyugodtan keressen rá. A többi az ugye, mint szokták mondani, történelem. Úgyhogy srácok, ez a team. Griffin, LeBron James, Zion Williamson, aki szintén lehetne PG. Larry Bird és James Wiseman. Ez a James Wiseman érdekes, mert néha iszonyatosan jól szedi a lepatot, néha annyira nem, úgyhogy úgy ilyen össze-vissza. Release-zel fogok játszani, mert most a release nélküli játékomnál, mivel az új lakásban vagyok, itt a szolgáltató az elég érdekes, hiába a legfullosabb internet, elég nagy a latency, úgyhogy inkább ide kell a release, látszok, mert anélkül egyszerűen nem tudok dobni. Szörnyű. Én most lehet, hogy fogom, és ugye lehetne PG is a lemárodom, és a Hampton helyett mondjuk berakjuk, hát nem, nézzük meg az Edwards-ot. Amúgy ki tudnám húzni, ugye az Evolution az Edwards, de nem nagy dolgot. Ugye 15 triplát kell vele dobni, gyorsan meg is mutatom, 15 triplát kell kreálni a fiúval, így van, és kapunk plusz 2-t a midrange-re, és plusz 4 a triplára. Majd megcsinálom, de most nem látom annyira értem, hogy vele edzővel is mindenféleképpen 99-es lesz a triplája Anthony Edwardsnak, úgyhogy annyira nem látom szükségét, hogy miért kéne, hogy kihúzzam, azért legyen ott lezen ez a kis csillag. Közben megcsináltam ugye David Robinson már egy ideje, Ray Allent is szintén felhúztam, nem rossz, de annyira a csapatban nem nagyon került be. J.R. Smith-et behoznám, de neki eléggé időigényes a Evolution Requirements adatai, úgyhogy az a steal az ugye annyira nem vészes, a block az, ami egy kicsit olyan de ugye a lepattanomban is már egész jól halad, szóval hogyha single playerbe játszik, akkor meg lenne simán, majd lehet, hogy valamikor fel fogom húzni az öreg Lakers J.R. Smith-et, ugye hiszen már ő Lakers is nagyon jó. Lehet be is dobjuk, srácok, mit szóltok hozzá, hogyha most bedobjuk a csapatba Edwards helyett berakjuk a csapatba. Van itt jó pár Galaxy Opel játékos, de berakjuk J.R. Smith-et a csapatba, így van. És akkor így megyünk egy online meccsre, srácok, remélem velem tartotok. Na itt is volnánk, azt elfelejtettem mondani, hogy 0-0-ban vagyok, azóta nem nagyon játszottam, úgyhogy ez a Blake Griffin nekem még egy picit ilyen próba, csak Fenyő ellen játszottam ellene. Fenyő játszott ellenem ezzel a Griffinnel.
Brutál, brutál. Tehát az odommal tudtam úgy, ahogy néha-néha megfogni, mással nagyon nem, meg ugye akkor, amikor Fenyőnek meg volt, akkor nagyon friss volt, ő aznap azt hiszem este megvette, tehát így az ár az úgy nézett ki, hogy 600 000, 600 és 700 ezer környékén ment, mikor legelőször kijött a lap, aztán kijött, és utána 200 körül. Most meg ugye még annyi se, ha jól látom, vagy nagyjából ilyen 200 körül stagnál. Hát jó, reméljük nem fog kilépni a srác. Úgyhogy ja, eléggé brutál volt minden green volt, srácok, minden green, úgyhogy nagyon-nagyon jól használt, úgyhogy úgy voltam, hogy miért ne próbáljuk ki. Nekem ugye Paul George-on volt a padon, a Galaxy Opal Paul George, de én meg pont egy olyan meccseket mentem vele, hármat is zsinórba, hogy felhúzott az a édes drága egyetlen Paul George-on, pedig imádtam a Pacers-ös Paul George-ot, de egyszerűen srácok, amikor folyamatosan teli release-ekkel, brick, 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 és nem a tripla, a midrange is, az már az embert felhúzza. Aztán lehet, hogy majd visszaváltok Paul George-ra, mert mégiscsak az egyik kedvenc játékosom volt, főleg a Pacers-ös. Jó, én most lemutolom magamat. És akkor kezdjük. És akkor itt is volnánk. Dino Radja ellen James Wiseman fog ugrani. Általában meg szoktam szerezni, és ez most így is lesz. Én nem nagyon szoktam állítani, azt ti is tudjátok, taktikát, úgyhogy pure-be fogunk játszani, szokásos off-ball. Griffin! Ujjj! Fancy footwork az ugye működik. Blake Griffin nem kell félteni, bár mondjuk most játszhatnám az öreg... Ú, srácok, nem lesz hosszú ez a meccs. Megpróbálok mindent, hogy kicsit lelassítsam, de nem lesz hosszú ez a meccs. James Wiseman befut! Wiseman! Nagyon jó az James Wiseman. Ugye a GOAT centereken kívül ő a legdrágább center, amit meg tudtak venni, elméletileg. Ha jól tudom, úgyhogy Wiseman ő elég jó. Ugye Chris Bosh release-el rendelkezik, meg egy állat. Az igen, tehát hogy így konkrétan ez a blow by. Ez a bajom az idei játékkal. Konkrétan így a fő problémám az ez. Ó, full court press, nagyszerű. Hopp, akkor egy Zion Green, imádom Zion Williamson release-ét. Szóval ez a problémám, srácok, hogy nem kell tudni nagyon játszani, mert ez a blow by-a meg lehet mindent oldani. Tehát konkrétan ez a tolás. Ez a tolás. Egy cselt nem kell csinálni. Csak tol, nézd meg. Csak tol. Én nem vagyok, megmondom őszintén, nem szoktam ennyit Istenem, szenvedni azzal, hogy állítsam be a védekezést, mert így is meg fogom nyerni a meccset. Kicsit nagyképűen hangzik, de így van. De egyszerűen ez rohadt idegesítő, hogy ennyi a játék tudás nagyon sok mindenkinek, hogy tényleg csak így fogja, csel nélkül csak befele futkos, és majd lesz, ahogy lesz. Ó, ki van ott üresen. Zion Williamson, ez most nem Green. Nem dobjuk el, Larry Bird, Larry Birdet nagyon szeretjük, nem a legjobb a release, de bent van, kicsit early volt. Bele kell számolni azt a latency-t, amivel ugye játszom. Nem dobja el, igen, jön majd a toló. Csel, egy cselt, nincsen csel, nincsen csel, csak a tolás gyerekek, csak a tolás. Viszont a Dino Ranger, az a Vince Carter-es cipő, az nem rossz. Ja, meg a falt, igen, ez a másik, tehát van nekünk ugye egy ligánk, és én is bemegyek egy ligába, mert azt mondom, hogy van, mert ugye nem én szervezem, én csak ugye játszok benne. És ott is nagyon sokan megragadtak ebbe a stílusba, tehát így játszanak, és idén lehet, hogy el lehet vele játszani, de valószínűleg, mit tudom én, jövőre már szerintem annyira nem lesz részes, bár szerintem ez a 21 PS4-es Xbox-os verzió, ez ilyen 2.0 lesz. Főleg, hogy szeptemben egyre hamarabb innek ki. A 2K-ek, és szeptember 4-én már kijön, úristen. Az már ez egy ilyen... Gyorsan még szedjünk össze egy kis pénzt a előző verzióból is. Így van, nagyon szép támadás van, vagy védekezés volt. Összehoztuk azt a turnovert. Na mindegy, szóval én nem nagyon számítanék többre. Max a next gen, tehát ne játszunk már azt, hogy folyamatosan csak ez a betolás. Nézzétek meg! Ennyi gyerekek. Tehát egy, nem lehet ezen, nem azt mondom, hogy nem tudsz védekezni, ez ilyen full random. Megy folyamatosan a palánkra, és ha nem good D, akkor falt. És ugye ezt nem én döntöm, hogy most ez falt, vagy jól, próbálok jól védekezni. Egyszerűen így jön össze. Blake, Green, úgy van. Tehát, ja, ez idegesít nagyon. 19-ben nem volt ennyire vészes, ott ugye az AI védekezés az nagyon jó volt, viszont ki lehetett cserélni az off, ki lehetett cselezni az off-ból. Nézzétek meg! Hippi-hopi, jobbra-balra, meg tolás végig. És Wiseman megadja a blokkot úgy, ahogy kell. Így van. Oké, most jössz, értem, értem. Bepassz, nyomtuk a négyzetet, hogy elkapjuk a labdát, de hát nyilván nem kapjuk el a labdát.
Na mindegy, szóval ilyen, ez egy érdekes meccs lesz. Én meg megállok itt a Limitless-be, Wiseman, full, teli, Brick. Blake Griffin, nem dobjuk el. Wiseman, nem dobjuk el. Kár, hogy a Larry Birdnek nyomtam, mindegy. Ezt el kell viszont dobni. Hú, de utálom ezt a... Jézusom. Jézusom. Nagyon rossz off-dribbelt adott be. Mellesül lassú is volt. Wiseman ott van, mint hogyha nem is érzékel a védekezés, hogy ott van körülötte. Mostanában ez van. Talapján játszottunk egy nagyon jó meccset Fenyővel, és úgy dobáltam mellettem az off-dribble tripletet, hogy ott se lettem volna. Közben ott állt mellette köből, nem azt mondom, hogy face to face, de az oldalába ott állt a lamelóból. És ha azt mondom, hogy ez a 19, akkor azt mondom, hogy jó, oké, mert ott tök meg volt se a kontesztit, hogy a hátad mögött, ha nem ugrasz bele az arcába, vagy nem éppen hát mögött betakarod, akkor az nem kontesztit, mert a hátad mögött van. Mennyibe zavar? Ott sziszog a nyakadon, maximum annyi. Idén ugye ez más, idén szépen be lehet kontesztizálni az embert, így is. Na mindegy, és ilyen 5%-os kontesztek voltak végig. Larry Bird, ez benne kell, így van, be kell dobni. Erről van szó. Úgyhogy, ja, na itt van Rex Chapman, ugye ez, ha jól tudom, ez is egy reward lap. És, hát elég érdekes, tehát van, amikor annyira adja neki, nézzétek meg ezt a játékstílust. Tehát, hogy ez... Ez egyszerűen ilyen... Minek? Minek? De tényleg? Egy semmi zárás, semmi, csak... Végig ott megyünk, aztán lesz, ami lesz, James túl nagy a... Hey, too much space, így van LeBron. Mindegy, szépen kezdünk most már elmegyegetni. Hú, az jó nagy limit lesz. És így van! Mekkora izé volt offenzív lepattanó. Megy Zion, Zion, stop it. Pop it. Put it in our pocket. Így van, let's go. Úgyhogy nem rossz ez a Blake Griffin. Na igen, off dribble. Nem tudok egyszerűen off dribble-be dobni. Tavaly nagyon éltem, idén semmi, semmi srácok. Egyszerűen nem tudok. Túl nagy a hely, túl nagy a hely, túl nagy a hely, túl nagy a hely. Így van, mondani kell, mert úgy jobban bejön. Ez olyan, mint a minden dobásnál mondanék, hogy Kobe 30%-kal megnöveli a dobó százalékot, szóval ez ilyen tény. Jó, hát Wisemannek az a inside defense nem nagyon akar összejönni, de a srácnak meg végképp. Hopp. And one, James Wiseman, micsoda első negyedet produkál a fiú. 6.3 lepattanó, 2 assziszt, és ugye van már egy blokkja is, ha jól emlékszem. És ott van a 7. pontja is, nagyszerű. Blake Griffin is 8 pontos már szintén, vagyis hát 8 pontos, nem tudom, miért mondtam azt, hogy szintén, az meg lét. Zion egy egész pályás tripla, így van, és akkor majdnem kezdjük el szépen a játékot. Jó, hát srácok, biztos volt, hogy így fogunk dominálni, tehát ez azért annyira nem lehet így elmenni, csak a blue by a my team-en belül. Nyilván lapoktól is függ, és nem a legjobb lapjai vannak az ellenfelemnek. De ugye ez a My League-ben azért nem jön elő ennyire, mert ott sokkal jobb a latency, sokkal nehezebb játszani a latency miatt, és release-re se kell támaszkodni, tehát így a skill az így kuka. Na mindegy, ez ilyen off-topic volt. Az Chase Down. Így van, James. Dobjunk egy off-dribble-t, LeBron! Na igen, valahogy így. Így szoktuk ezt, igen, James. És srácok, láttátok, hogy blokkolt le? Tehát konkrétan elugrott valami semmire, nem is azzal a játékossal akart elugrani, vagy mit tudom én, elugrott vagy 10 perccel azelőtt, hogy LeBronnak betörtem volna, és kiblokkolta lábbal. Ahogy érkezett le, lábbal. Zseni, Wiseman meg 30 pontot fogok vele húzni. Tehát, hogy így eldobálom ezeket a dánkokat. Azért Wiseman nem az a lassú center, úgyhogy el leszek vele. Ó, meg egy illegál screen. Az a kedvenc, hogy úgy szoktam illegált kapni, hogy nem is kérek zárást, hanem így valahogy a gép így full véletlenül elkezd zárogatni, és akkor úgy kapok egyet. Nézd meg, ugrál mindenre. And one, Zion! Nem is értem, miért nem dunkolta rá? Kezdőben lassan mindenki 8 pontos. Nyomjunk egy cserét, srácok, jöjjön a pad. Jamoran, marad Jamoran, mit szóltak hozzá, és Tracy megvédi helyet, kilépett a srác. Kilépett a gyerek, így van. Így van. Jó, hát megyünk még egy meccset, srácok, ezzel a
God Squaddal. Úgyhogy nézzünk akkor egy másik meccset. Na, elvileg meg is van az ellenfelünk. Akinek már egy decent csapata van. És Bill Walton center. Bill Walton center. Nagyon jó. Nagyon jó. Na itt is vagyunk, srácok, egy jó védekezés után. Támadhatunk, és ombolozik a srác. El nem hiszem. Wiseman. Mellé tesszük. Fú, át kellett volna húzni ezt a Pierce-t. Nagyon csúnyán is könyörtelenül. Mint Bill Walton. De Bill Walton, srácok, center. Nem PG, center. És be is hoznék én is egy rendes... Azaz. Egy rendes PG-t, de Wes Unseld-et játszhatja PG-n, úgyhogy azért ez ennyi kijár nekünk. Úgy látom, hogy centerbe Bill Waltonnal fog attól függetlenül munkálkodni. Nem baj, legalább Wiseman van rajta. Ketten ők ott el lesznek. Ugye ez a Walton is Evolution nap, és elég csúnyán Evolution. Tehát, hogy így triplát a kezdve minden tud, ilyen eléggé jó ball controller rendelkezik, és eléggé abnormális. De semmi baj, mert még Griffinben azt mondom, hogy egész ügyesen bánik a labdával, meg ugye dobálja most már szépen a triplákat, meg ugye ez a, neki van ez a between the legs csele, amit a Chris Paul is nagyon sokszor csinált, úgyhogy ő azért azt mondom, hogy Griffin azért jól bánik a labdával. Az igen. 5%, kicsit több lehetett volna, na mindegy. Nem baj, Griffin. Nagy a hely, Griffin. Júj, Blake Griffin mit dobott be? Nagy limit lesz volt. Blake Griffin és Wes Unseld el lesznek. Így kettecském. Jön a Rip Hamilton. Elvileg ez a Hamilton nem rossz. Lehet, hogy a Curry challenge-et szépen csinálja. Full teli, benn van. Ezek ritkán szoktak bemenni. Az előbb én is megkaptam egy triplát, úgyhogy így fel. Griffin. Hol a labda? Nem nálunk sajnos. Oké, Griffin visszaér. Úgy van, mekkora váltás, mert mindenki baszott nagy a csapatba. Jó. Az nem, az nem. Goody, így van, az nem. Zion megindulhat, Zion. Zion Williamson. Érdekes, ő is már nem mindig dunkol, pedig azért Zion meg a dunk az elég így egybefort, tehát mert nézzétek a highlightját a csávónak, akkor szinte csak álljúbb dunkot láttok, középiskolában csak dunkot láttok, mert néha egy-két blokkot. A LeBron odaért, meg early is volt. 5% erre, vagy konkrétan ott volt már LeBron. De annak örülök, hogy ombólozik a srác, James az végig. Jó, LeBron and one! Mekkora dunk! Mekkora James! Így van. Na, ez már tetszik. Ú, de nagy latency van, gyerekek! Ha! Azt a rohadt élet! Na, itt van Magic Johnson. Az kicsoda. Csúnya triplát dobott, az biztos. LeBron, faking it. Na azaz. Mentünk inkább a biztosra, azért mégiscsak Wiseman jobban zsákol palánkalól, mint James. Mármint LeBron James, nem James Wiseman. Így van, ez Dennis-szel, vagy ki ez? Az good day, az good day. Wiseman indulhat meg, Wiseman roboghat, Wiseman. Nem, dobjuk el, kipasszoljuk, akkor Blake Griffinnek. Kezdjük újra, szépen. Eldobhattam volna amúgy. Aha, megvan neki a Julius Erving, azért nem egy rossz lap. És Zion Williamson egy elég érdekes, igen, meg is állítja a srác. Semmi contest, bár ez a contest az olyan volt, mint nekem az off-dribble triplája, szóval ott voltam, de mégse. Ugrunk, ugrunk. Nincs lepattanó. Istenem, ki vagyok ezektől a bélautos passzoktól, hogy én kidobálom, de ellenem basszus, hogy mindenki ki tudja így passzolgatni ezeket.
Ó, annak be kéne menni. Ó, micsoda elsőnegyedet megy! Zion Williamson, nagyon nagy a létenszű srácok, nagyon nehéz dobni. Nagyon nehéz dobni, nagyon kellemet, nagyon rossz érzés dobni, esküszöm. Azt nem, nagyon lassú a release van, és blokk, így van! És Blake Griffin megy. James Wiseman megmutatja, hogy miért gondolják, hogy egy per egy lehet a fiú idén. És egy erős 7 pontos vezetéssel vonulunk pihenőre. Na, itt is volnánk a második negyeddel, és mivel a padot nem nagyon tudtam behozni, én most behozom egyből a padot, srácok, viszont kell nekem az odom. Sőt, nem vicceltem. Nézzük meg a lamelóbolt, így né, és az odomat pedig most berakom majd SF-be, mert úgy látszik, mégsem fogom tudni behozni. Blake Griffin. Nincs contested. Egyelőre. A srác már nagyon ügyes abban, hogy megállítsa a játékot, de másban egyelőre annyira nem találja magát. Jó, 9 pontos vezetés. Oké. Az ügyes, de Blake, vagy Magic-et dobatni nem a legjobb. Az meg good defense az airból. Így van. Wiseman. Nagyon megy Blake Griffin, nem dobjuk el Blake Griffinnel. Blake Griffin! Dunk that boy! És minden ilyen meg fogja állítani. Ne, srácok, azért állítgatja, hogy kilépjen. Ugye nem? Ugye nem? Végig fogok játszani ezt a meccset. Végig. Ha esetleg kilépnád, akkor nem tudom. És lépjünk ki. Blake Griffin, nagyon jön Griffin! Ah, opa! Folytassuk. Folytassuk a meccset. Egyet még várunk, jó srácok? Ha még egyszer elkezdi ezt csinálni, akkor majd max kilépünk. JR beállt, JR Green. Nagyszerű. És a srác onnan folytatja, ahol abba hagyta. Nagyon jó LaMelo Ball, bejött az öreg LaMelo. Nagyon jó ez a LaMelo Ball lap, srácok. Nagyon szeretem. A release-ét is, vagy kézre áll. Jó védekezik. Jól lehet használni dobásokra, nagyon főleg ilyen spot-up dobásokra, úgyhogy simán elhagyta volna. Good day, fault. Jerry Lucas. Őt még annyira nem tudtam próbálni, most arra jó, hogy ott PF-en elbohockodjon a padon. Jaj már, fiú, ne csináld, nem kell. Dandy, 94. De jó, srácok, így játszani. Most ha 12-0-re mennék, akkor nagyon jó lenne. Mondjuk ez egy gyors win. Bezzeg, amikor 12-0-re megyek, akkor nincs ilyen. Ezt a Lamar Odomot annyira szeretem, olyan spot-up shooter, hogy ez hihetetlen. Olyan jó dribble move-jai vannak, csak most ugye nem jön össze semmi se. JR, remélem így fogsz dobni, öcsém, a Lakersbe is, remélem. Úgy hiszem, srácok, hogy ez egy rage quit lesz. Vagy game plan, hoppá! Nem biztos, lehet felveszi a kesztyűt a srác és beleáll. Azért nincsenek rossz lapjai, oké, hogy ingyenesre varlapok, de srácok, aki most kezdte el esetleg a játékot, elsősorban mindenféleképpen lájkolja a videót és iratkozzon fel. Másodszorban csináljátok a challenge-eket. Nehezek, egy-kettő, de hozhatóak, és nagyon jó lapokat lehet belőle kihúzni. Tehát ott vannak ezek a sim challenge-ek, daráljátok. Daráljátok, mert valamilyen szinten ingyenesek. Úgyhogy daráljátok, nagyon jó kis galaxiopálapokat lehet kihúzni belőlük. És azért ott van egy közönségkedvenc Rodman, van ott Paul Pierce, Goat Curry, Goat Larry Bird, Goat Kobe, van ott minden. Beválik, srácok, megy a green. Jó van. LaMelo-ból. Be tudunk törni, LaMelo Ball, tyú! És az a dunk, ez ilyen LaMelo Ballos is volt, tehát ez a, épp hogy felérem a palánkot, azért rádobom, 88%-os field goal az nagyon csúnya. Na most értitek ezzel a csapattal, most mit mondjak? Na az ő is dobja a green-t, milyen lassú volt a release. Meg ilyen fél lába, így eldobta a green, és akkor így felemelte a lábát. Azért jön vissza a srác, nem olyan vészesben, ha megállítja, akkor vége. És az már az ő hibája. De most nem állítja meg, most érzi a győzelem illatát, megfogta, kész. Most ott van, érzi, hogy meg lehet ez. Lucas az ugye a gép által faltól, amit nem értek, hogy miért nyúl ennyire bele még mindig a gép, ugye tavaly nagyon durván belenyúlkált, főleg védekezésbe.
Idén már annyira nem vészes. De azért most is vannak ilyenek. Az igen. Beindult a field goal százalék és a triplák. Ball. Bolla be tudunk törni. Hopp, egy passz. Ball üresen. Nem tudom kipasszolni, mert hú, de gyorsan. Lamelo! Jó, hát srácok, én most tényleg megpróbáltam. Mondtam, hogy nem. Mondjuk be őszinte, valószínűleg így is úgyis megnyertük volna, úgyhogy see ya later, alligator. Úgyhogy, hát srácok, én most ezzel a két meccsel készültem nektek, már megpróbálok valamikor csak My Team-et live-ozni, illetve még többet videózni, meg majd valószínűleg lesz majd videón Fenyővel, ilyen kis challenge, ilyen kis kihívás. Úgyhogy, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra, PLS, mert az a legjobb visszajelzés így nekem is, hogy mi az, amivel az NBA-n belül jobban megéri foglalkozni. My Team, Park, Career Mode, My League, tényleg most már nagyjából minden módban elég úgy benne vagyok, meg úgy egy picit is értek hozzá, úgyhogy nyugodtan esetleg tutorial videók, ami tényleg, ami tetszik, srácok, nyugodtan dobjátok le kommentbe az ötleteteiket. Na, értitek. Másik, van egy Discord csoportunk, ahol ilyen streamer, youtuber, hát mondjuk úgy, hogy streamerként vagyok jelen, úgyhogy benne lesz a leírásban a Discordnak a linkje. Van rajta mind a három platform, ami megtalálható a játék, tehát PC, Xbox és PlayStation 4, én ugye csak PlayStation 4-en vagyok jelen. Ha bejelentkeztek a Discordba, ott mindig kaptok majd értesítést, mert ugye a YouTube-ban nem lehet bízni, de a Discordban mindig kaptok majd értesítést, amikor streamelek, vagy éppen új videót tettem fel. Tök jó kis csoport, lista van a kosztva, hogy ez itt egy ilyen, itt csak parkkal foglalkoznak, és ott keresnek társakat, itt My Team kibeszélő van, NBA-ről is egy csomó mindent megtudhattok, ahogy mikor indul a liga, a bubble, hasonlók, úgyhogy csekkoljátok le mindenféleképpen, és ha még nem tettétek meg is esetleg újak lennétek, akkor iratkozzatok fel, mert valószínűleg csak NBA-s és inkább csak 2K-es tartalom lesz a videóm, vagyis hát a csatornám. Minden esetre én Kuhi voltam, remélem tetszett a videó, szevasztok!